Csárik Péter és Balázs János két kiváló zongoraművész egy harmadiknak állít emléket, akit valószínűleg nem is hallhatott legfeljebb régi felvételekről, de élőben semmiféleképpen. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Cifra György Fesztivál. A Cifra György, akiről ti azt feltételezitek, hogy a feledésbe merült egy kicsikét az ő művészete, miközben például az öregek máig emlegetik, hogy hogyan játszott ő még egy bárban is, egy zongorán Bartókot azoknak, akik hajlandók voltak hajnali háromkor ezt meghallgatni. Tehát, hogy ő amolyan megszállott előadó volt. Így, ilyen módon talán nem felejtette el a pesti értelmiségi közélet. Az a helyzet, hogy volt egy rés, ahol Cifra Györgyöt nem hallatta a közönség. Ugye ő 56-ban elhagyta Magyarországot, és utána 70-es évek végén, 80-as évek elején tudott csak hazajönni, akkor engedték, hogy hazajöjjön, és az a idő alatt vált ő világhírűvé a világban, csak ugye a vasfüggöny miatt nem nagyon lehetett itthon tudni arról, hogy mi történik Cifra Györggyel külföldön, és amikor pedig már visszajöhetett Cifra György, akkor ő már nem az a művész volt, akit elengedtek innen Magyarországra, mert tragédia történt az életében, elvesztette a fiát, és onnantól kezdve nem is nagyon zongorázott olyan sokat. Tehát így gyakorlatilag tényleg feledésben merült Cifra György, és nem kap elég Rivalda fény, de a fesztiválnak pontosan ez a létjogosultsága, hogy emlékezzünk egy nagy magyar zongoraművészről. Egy zongoraművész hogy lehet megidézni mások által? Hát nagyon nehéz, Cifra esetében meg különösen, de pontosan ez a poén, hogy annyira sokrétű, annyira különleges valaki volt azáltal, hogy követ, vagy visszatért az évszázadokkal ezelőtti hagyományhoz, amikor még improvizáltak a klasszikus művészek is. Úgyhogy szerintem Cifra megidézéséhez leginkább több ember kell, és ezért nagyon jó ötlet ez a fesztivál, hiszen ezt a páratlan művészetet, ezt nagyon kevesen tudják. Főleg ha azt veszük, hogy nyugodtan mondhatjuk róla, hogy ő egy zseni volt, és zseniből minden korban kevés volt. A felvételek miről tanúskodnak? Mi volt az, ami az improvizációkon túl az ő tudása volt? Amitől világhírű lett, amitől 56 után őt felkapták, és azt mondták, hogy ilyen magyar, aki így tud. Igen, azt hiszem, hogy a tökéletes, de tényleg tökéletes technikai perfekción túl egy olyan hihetetlen mély alázata volt a zene iránt, a klasszikus zene iránt, ami predesztinálta annak a lehetőségét, hogy az ő különleges technikai virtuózitását párosítsa azzal a klasszikus értelembe vett egységes zenei elképzeléssel, amiből gyakorlatilag egy olyan hang született, egy olyan zenei stílus, zongora stílus, ami senkihez nem viszonyítható, ami elég ritka. Mert mindenki hat mindenkire, de viszont Cifra Györgyre senki nem hatott. Ebben neki segített a bezártsága, az 56 előtti bezártsága? Hogy nagyon önmagára volt utalva, hogy nagyon, nagyon önmagában hozta létre de a világát? Ezek a nagy zsenik valószínűleg inkább akármilyen körülmények között is fák javívők. Tehát, hogy az emberek mennek utánuk. Pont a taxiba idefele beszélgettünk, hogy bizonyos szint fölött nagyon érdekes, szinte mágikus dolgok történnek, hogy néhány zongorista keze alatt minden zongora ugyanúgy szól, típustól független, ami fizikailag megmagyarázhatatlan dolog, és mégis ez történik. Azt hiszem, hogy ők arra vannak ítéltetve, hogy őket kövessék, és ők megjárják a saját útjukat. A zongora muzsika is változik. Korszerű az, amit ő képvisel? Ma még korszerűnek számít? Annyira korszerű, hogy vannak olyan felvételek, amiket a mai napig nem tudunk, hogy is csinált, milyen trükköket alkalmazott, mert tényleg annyira egyedi. Úgyhogy itt egy olyan érték álló művészetről beszélünk. Hogy nem tudjátok? Tehát, nem látni. Ezt én értem, de hát hallod, tehát ugye az ember azt gondolna, hogy akkor majd megkeresed azt a mozgássort, azt az új rendet, amitől ez működik. És hogyha még ez össze is jön, akkor is a hangzás és az elképzelés. Akkor az nem úgy szól. Azt hiszem, hogy egy festménynél is ugye technikailag le lehet bontani, hogy Michelangelo vagy a Salvador Dali milyen technikát használt, de azóta se tudnak azért olyat festeni. Na de akkor így még jobb az a kérdés, amit feltettem, nem önmagamat dicsérve, hanem hogy hogyan tudod megidézni. Tehát hogyan lehet föltenni színpadra azt a tudást mások által, amit ő képviselt, és amiért ezt a fesztivált létrehoztátok? Hát amiben én érdekelt vagyok, ez a 27-i program, ahol a bárokat idézzük meg Berkes Balázs és Malek Andrával, igazából meg se próbáljuk. Tehát szerintem ez egy nagy tévedés lenne, ha megpróbálnék úgy elkezdeni zongorázni, ahogy ő zongorázta ezeket a dolgokat, mert ez tévút, ez egy annyira egyéni és annyira más szintű művészet.
szerintem azáltal, hogy a figyelmem fel van rá hívva, és látszik a fesztivál sikere, őrületes sikere kapcsán, hiszen még nem is volt fesztivál, és már is mekkora sikere van, hogy nagyon jó helyre tapintott Jancsi, amikor azt mondta, hogy kell egy fesztivál, hiszen átsugárzik még mindig, és fog is. Ez, amit megidéztem, ez nem városi legenda? Ez a hajnali háromkor a Füstös Bárban két kis fröccs között, vagy nem tudom, két vodka között Allegro Barbarot hallgatott a közönség? Meg bármit. Cifragy, hogy bármit elzongorázott, a klasszikus irodalomtól kezdve az aktuális sanzonig. És ez tényleg legendás volt, Vásári Tamás mesélt nekem erről, aki ugye ott ült a bárokban és hallotta, és azt mondta, hogy ő még olyan zongorázást nem hallott, konkrétan azt a történetet mondta el, hogy azt hitt, hogy két zongorista játszik, és aztán kiderült, hogy végül is csak Cifra György a 10 ujjával, meg azzal a hihetetlen zsenével, ami benne volt, úgyhogy ennek szentel emléket ez a fesztivál, és nem annak, hogy mi megidézzük őt, mi emlékezni szeretnénk rá, és szeretnénk a nevét fenntartani, és megismertetni a magyar közönséggel az ő életútját. Ezt pedig a MOM-ban 25. és 28-a között, a MOM központban, nagyon röviden, hisz te vagy a fesztivál szervezője, ki mindenki lesz ott? Tehát teljesség igénye nélkül Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Vásári Tamás, Dráfi Kálmán, Mocsári Károly, de a könnyű műfaj, tehát a jazz jeles képviselő és Árik Péteren kívül, ugye Schneidberger Ferenc, Lajkó Félix, Szakcsi Lakatos Béla, de egy olyan fantasztikus grémium jött itt össze, ami azt hiszem, hogy predesztinálja a következő éveknek is a sikerét. Mert ugye ez az első, de akkor nem ez az első, viszont a 2017-et már lázasan szervezzük, úgyhogy várunk oda, és mindenkit szeretettel, mert ugye erre a fesztiválra minden jegy el kell. Akkor beszéltünk róla, de most már ne akarjanak elmenni, ilyet ritkán mondunk. Illetve azért én azt mondom, hogy próbálják, de... mert mindig van a végén egy kis lehetőség. A súrlódópályán be lehet férni, hogy ezt a sportban mondják. Köszönöm, hogy eljöttetek, jó zenehallgatást és jó zenélést kívánok nektek. Köszönöm, hát meg aki befér, annak nyilván leginkább jó zenehallgatást.